Adjuk ki. Igen, láttok, hallotok? Szuper. Ilyenkor szoktak még kimenni egyébként az utolsó értesítőink, úgyhogy ilyenkor még látjuk, hogy azért érkeznek a jelentkezők, ezért is nem szoktunk egyébként annyira pontosan kezdeni. Mai pedig egy nagyon különleges alkalom, és nem csak azért, mert a TikTok hirdetési titkairól fogunk egy kicsit mesélni, vagy egy picit bepillantást engedni abból, hogy is működik a TikTok, meg maga az egész hirdetés kezelés, hirdetési fiók, meg hogy mik az elmúlt fél évnek a tapasztalatai, hanem azért is, mert sok szeretettel köszöntöm az egyik kollégámat, Lipai Pétert, aki a TikTok hirdetési szakértőként az elmúlt fél évben rengeteg kampányt kezelt, és nagyon sok tapasztalata összegyűlt. Úgyhogy szia Peti, örülök, hogy itt vagy velem a webináriumon. Szia, Alexandra, köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon izgulok, hogy milyen lesz a debütálásom. Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes lesz, és nagyon sok érdekességet fogunk hallani. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, és kezdjünk neki. Nagyon sokan vagytok visszatérők, és nagyon örülök neki, hogy folyamatosan a listában szinte ugyanazokat a neveket látom, illetve nagyon sok olyan résztvevőnk van, aki visszatér, úgyhogy ezért a bemutatkozást azt mindig egy kicsit rövidebbre szoktam szabni, mint amit egyébként új közönség esetén elvárna az etikett, úgyhogy ezért elnézést kérek, úgyhogy bele is vágnék inkább abba, hogy mik is lesznek a mai témáink, mert itt nagyon sok témánk van, és nagyon izgalmas mindegyik. Azzal fogunk kezdeni, hogy milyen átlagos eredményeket látunk a licit típusú hirdetéseken, illetve hogy kinek jó a TikTok hirdetés, és kinek nem. Itt elsősorban szegmensekre gondolunk, illetve az eredmények tükrében megnézzük, hogy mik azok a szabályozások, mik azok a területek, ahol jól működik, rosszabbul működik, ahol ajánljuk vagy nem ajánljuk. Megnézzük, hogy kik az eddigi hirdetőink, hogy milyen típusú hirdetések működnek a legjobban, mert ugye a TikTok kapcsán azt egyszerűen nem lehet kihagyni, hogy arról beszéljünk, hogy milyen trendek vannak, és mihez érdemes alkalmazkodni, amikor hirdetéseket hozunk össze. Hogyan érdemes egy kampányt megtervezni, miben különböznek a lépések a Facebook, Instagram kampánytervezéstől, hogy milyen együttműködési lehetőségek vannak, illetve hogyha bele szeretnétek vágni, akkor hogyan tudjátok ezt megtenni. És természetesen a végén igyekszünk a kérdésekre egy olyan 10 percet hagyni. Hát előfordulhat, hogy túlnyúlunk, de azért bízom benne, hogy bele fogunk férni az időbe. És akkor egy pár szóban azért beszélnék magunkról, hogy mi egy eredményfókuszú full service digitális marketing ügynökség vagyunk, és ami a mai webinárium szempontjából nagyon fontos, hogy TikTok hirdetésekkel most már fél éve foglalkozunk gyakorlatilag. Az országban elsőként sikerült tavaly októberben szerződnünk a TikTokkal, és ugye regionálisan, tehát nem csak magyar piacra, hanem a csehszlovák és egyéb környező CE régióbeli hirdetéseket szintén kezeljük, úgyhogy elég jó rálátásunk van most már a regionális árakra is, hirdetési feltételekre, meg gyakorlatilag elég jó tapasztalatokkal és benchmark adatokkal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy mi jó, mi nem jó, mi működik, mi nem működik. Egyébként ettől függetlenül, mármint a TikToktól függetlenül, ugye eredetileg mi performance marketinggel, social médiával, tartalom marketinggel és e-mail marketinggel foglalkozunk, úgyhogy mondhatnám, hogy elég széles körű a portfóliónk, és elég jó összehasonlítási alappal rendelkezünk, például költségterveket tekintve, hogy melyik csatorna milyen költségekkel milyen eredményeket tud hozni. Láthatok a következő oldalon egy pár referenciát, akiket mi kommunikálunk, illetve akik már a kommunikációs partnereink. Nyilván közülük van, aki egyébként kipróbálta a TikTokot, úgyhogy részben az ő adataikat is fogjátok látni, de természetesen azért arra ügyelünk, hogy ne adjunk ki olyan bizalmas információkat, amik nem lennének ide helyén lók. És akkor kezdjük is rögtön egy kérdéssel, ezt már megszokhattátok, részben azért, hogy picit megmozgassunk benneteket, bár ez így a gép előtt ülve azért nehézkes feladat, részben pedig azért, mert szeretnénk tudni, hogy melyik részét hangsúlyozzuk jobban a témáknak, úgyhogy szeretnénk tudni, hogy milyen szereplőként vesztek részt a webináriumon, TikTok hirdetőként, freelancerként, valamilyen ügynökséget képviseltek, vagy TikTokerek vagytok, ugye itt a tartalomgyártókat, alkotókat értjük, illetve hogy csak úgy töltitek a szabadidőtöket, és szeretnétek tanulni a webináriumos tudásanyagból, amit most meg fogunk osztani. Úgyhogy itt be tudjátok jelölni a rátok vonatkozó választ, és szépen jönnek is a válaszok, úgy látom. Múltkor betettünk még egy válasz lehetőséget, az influencert, és mivel nulla válaszunk érkezett, ezért ezt most kivettük. Úgyhogy influencerek, ha esetleg itt vagytok, elnézést, igyekeztünk rövidíteni a válasz lehetőségeken, de minden esetre úgy látom, hogy szépen jönnek a válaszok, most már majdnem 70%-os a válaszadás. Úgyhogy igen, ügynökségek és hirdetők vagytok a legtöbben, ez nagyon fontos lesz így a későbbiekben, mert akkor ehhez is szabjuk az elmondandó témákat. Köszönjük szépen a válaszokat.
Jó, és akkor nézzük is rögtön így a téma közepén, hogy a licit típusú hirdetéseknél milyen átlagos eredményeket látunk, mert hogy erről szerintem az egyik legfontosabb beszélni a TikTok kapcsán, hiszen ez az egyik legnagyobb erőssége magának a platformnak. Itt, amit mindenképpen meg kell említenünk, hogy egyrészt saját adatokkal dolgozunk, tehát amiket itt láthatok, és úgy látom, hogy a szlájdon egy kicsit összecsúszott az első és a második sor, tehát itt a CPC mellett van a 7-10 forint, és a CPM a második sor, ami nem látszik jól. Tehát itt azt nagyon fontos említenünk, hogy ezek a számok egyrészt átlagos számok, tehát ennél sokkal jobbak is vannak, viszont sokkal rosszabbak egyébként nem nagyon. És nagyon fontos, hogy nem feltétlenül az arra optimalizált kampányoknak az eredményeit gyűjtöttük ki. Tehát amikor az 1000 elért felhasználónál 64 forintról beszélünk, akkor az nem az elérésre optimalizált kampányokra vonatkozik, hanem akár a videó megtekintésre, akár a konverzióra, tehát az összes típusú kampányból néztünk egy teljesen átlagos mérőszámot. Úgyhogy amikor kampányokat optimalizálunk, akkor ennél sokkal jobb eredményeket is ki tudunk hozni, viszont már ez is mutatja, ugye, hogy mennyire jó számokat látunk a TikTokon. Ugye itt egy weboldalra való átkattintás az, ami ilyen 7 és 10 forint között van átlagban. Ugye az 1000 megjelenésre jutó költség az ilyen 36 forint környéke. 1000 elért felhasználónál 64 forintot tapasztaltunk, és akkor megjelent még két nagyon érdekes mérőszám. A TikTok ugye külön méri, hogy a 25%-át a videónak hányan nézték meg, illetve hogy hányan nézték végig a hirdetést magát, és ez nagyon érdekes szerintem, hogy 0,14 forint volt ugye egy 25%-os megtekintés, és átlagban fél forintot mértünk a teljes videó megtekintésen, és ugye ebben vannak olyan kampányok értelemszerűen, amik videó megtekintésre optimalizáltak, de olyanok is, amik elérésre, és ennek ellenére végignézik a felhasználók. Úgyhogy azt gondolom egyébként, hogy ezzel mindenképpen érdemes foglalkozni, mert ami számunkra egy ilyen tanulság az elmúlt 6 hónapból az az, hogy körülbelül így az Instagram és a Facebook árának a negyede, ötöde az, amit a TikTok képes elérni ezekkel a hirdetésekkel, úgyhogy tényleg nagyon erős jelenleg az a portfólió, amit így a TikTok kínál. És nézzük meg, hogy kinek jó és kinek nem, mert hogy ez azért annyira nem magától értetődő, és nyilván itt rögtön a demográfiát kell nézni. Ugye van a TikTokkal kapcsolatban ez a vélelem, hogy egyrészt nagyon fiatalok a közönségnek a tagjai, másrészt pedig, hogy kevésbé aktívak, és inkább csak átpörgetik a videókat. Úgyhogy ezért a TikToktól bekértük a legújabb, legfrissebb adataikat, ezek április végi adatok egyébként, azóta nem készült felmérésük, úgyhogy ez fontos tudni. Viszont a legutóbbi webináriumunk ugye február végén volt, akkor azt láttuk, hogy 69 perc volt a TikTokon töltött idő naponta átlagosan egy felhasználónak a mérései alapján. Na most azt látjuk, hogy 75 percre nőtt ez az idő, illetve a magának a TikTok alkalmazásnak az átlagos napi megnyitási száma már 16. Tehát ha ezt azért úgy végig gondoljuk, hogy egy átlagos TikTokozó naponta 16-szor nyitja meg, és 75 percet tölt az alkalmazásban, akkor szerintem már egyrészt ez is egy ilyen nagyon figyelemreméltó szám, de ha még ezt hozzátesszük, hogy a havi átlagos videó megtekintések száma Magyarországon, és ez nagyon fontos, hogy Magyarországon, tehát nem az össz-TikTokozók adják ezt a számot, hanem a magyarok, az 11,5 milliárd. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy a TikTok az sem nem háttérzaj, sem nem egy ilyen agykikapcsolt módon való scrollozás, mert igenis figyelnek, ott vannak, megnézik a videókat, és tényleg naponta 75 percen keresztül átlagban TikTokoznak. Úgyhogy nyilván ebből van, aki több órát TikTokozik, valaki pedig csak pár percet. És akkor, hogy kik ők? Pontosan kik azok, akik ezeket a statisztikákat hozták? Itt fontos megemlíteni, hogy 1,9 millió havi aktív magyar felhasználója van a platformnak, és a közhiedelemmel ellentétben 91% az, aki 18 év feletti felhasználó. Ez nagyon fontos, mert ugye legtöbben általában, amikor megkeresnek minket, azt szokták kérdezni, hogy igaz-e, hogy a 13 és 18 közötti korosztály van a leginkább jelen TikTokon. Határozottan mondhatjuk, hogy ez ma már nem igaz. Jelenleg, amit látunk, ugye 47%-ban a 18 és 24 év közöttiek vannak a platformon. Eleve ugye meg is változtatta egy picit a TikTok a méréseit, mert korábban csak 2 vagy 3 korcsoportra volt bontva a statisztikájuk, most már ugye szétbontották, és most már 4 felé bontják. Megkülönböztetik most már a 13 és 17 éveseket a 18 és 24 éves fiatal felnőttektől, és hát látható, hogy mindösszesen 9% az, aki 13 és 17 között van, tehát nem ennek a korosztálynak az elérésére a legjobb a TikTok, hanem a 18-24-es fiatal felnőttek, illetve a 25 és 34 közötti korosztályra szintén, ugye ők 26%-ot tesznek ki, és a 18%-a van 35 fölött. Azt látjuk, hogy egyébként körülbelül megegyezik a férfiak és nők aránya, picivel többen vannak a nők, viszont ami jó hír, hogy nem feltétlenül aktívabbak, tehát a célközönségek összeállításánál, amikor aktivitás alapon nézzük őket, akkor azért kiderül, hogy az aktivitási szintben nincs olyan nagy eltérés.
Ami még egy érdekes statisztika, hogy a TikTokozók továbbra is 81%-a néz bekapcsolt hanggal videót a TikTokon, ami azért egy nagyon fontos információ, mert egyrészt ugye használni kell hangot, és ki kell használni azt, hogy be is fogadják azt az üzenetet ugye hanggal is. Másrészt pedig az, hogy ugye négyszeres és négyszer akkora felület, tehát egy teljes képernyős videó felület áll rendelkezésre a hirdetésre, ez továbbra is egy nagyon erős üzenet. Ugye ezt sem a Facebook, sem az Instagram, sem pedig a YouTube nem tudja igazán überelni, úgyhogy mindenképpen érdemes ezzel tervezni, és azért azt látni fogjuk, hogy a kreatív a lelke egyébként a TikTok hirdetéseknek. Erről egy picit később még Peti fog majd beszélni. És akkor melyek azok a szektorok, amik nagyon jól mennek? Ez szintén egy nagyon érdekes kérdés. Itt elsősorban azt látjuk, hogy az FMCG, a divat és szépség, a játék és szabadidő, illetve az elkereskedelem, amire tényleg azt tudnánk mondani, hogy hasít. A hirdetési célok között egyébként az app letöltés, nyilván az így a szektor független lehet, az az egyik legjobb cél, úgyhogy aki mondjuk applikáció letöltésre szeretne optimalizálni kampányt, annak kifejezetten ajánljuk a TikTokot, de egyébként az ilyen elérés és aktivitás alapú kampányok is nagyon-nagyon jól működnek. Úgyhogy ezekről még érdemes lesz majd egy kicsit beszélni. És akkor Peti, én kérdezném is, hogy kik az eddigi hirdetők a TikTokon, mert mi itt lelkesen gyűjtögetjük egyébként a hirdetési videókat, úgyhogy itt át is adnám neked a szót egy kicsit. Köszönöm szépen. Remélem most már rendesen lehet engem hallani és látni. Ugye írtátok az elején, hogy kicsit szakadozott a hangom, de most már remélem, hogy rendben van. És igen, valóban jellemző az Alexandrára is, hogy még este, amikor egy-egy képernyő felvételen meglátunk egy hirdetőt, akkor gyorsan átpasszoljuk a képernyő felvételt a másiknak, hogy megnézzük, hogy mik az újdonságok, és tanuljunk belőle. És most itt hoztam 5 darab hirdetést, ami az elmúlt 1-2 hónapnak a termése, és néhány nagyobb hirdetőről nézzünk meg egy-egy videót. Úgyhogy már is érkezik az első. Az első, az pedig az About You-nak egy foglalástípusú hirdetés az, amiben azt látjuk, hogy ugye egy feliratkozásról szól reklám, és ez egy foglalástípusú hirdetés. Foglalástípusú hirdetésnek ez egy olyan típusa, ami az applikáció megnyitásakor játszódik le, nem lehet átkattintani, nem lehet skippelni, és 6 másodperc után lehet kattintani a call to actionre, vagy pedig a hirdetés kihagyására. A következő hirdető, akiről érdemes szót ejteni, az a Belúzó, ez egy viszonylag új hirdetés. Ez egy videófeedben megjelenő licit alapú hirdetés, ami a többi natív tartalom közé ékelődik be, és ez pedig egy konverzió vagy forgalom típusú hirdetés, attól függően, hogy a CTA-t az milyen érkezési URL-re célozta a hirdető. A harmadik az egy hashtag challenge. A hashtag challenge egy foglalástípusú hirdetés, ami egy szintén átugorhatatlan reklámmal kezdik az alkalmazás megnyitásakor, és hogyha vége a reklámnak, akkor egy külön hashtag aloldalra irányítja a felhasználókat, ahol elkészítetik ők is a saját hashtaggel ellátott videójukat, és akkor ez kikerül ide ebbe a feedbe. Ugye ennek az a cél, hogy minél többen elköteleződjenek a márka iránt, ez általában nyereményjátékokra, vagy valamilyen bevezetésre, vagy termékbevezetésre alkalmas. A következő az egy spáros hirdetés, a Magyarországnak az egyik hirdetése. Ebben a hirdetésben az a különleges, hogy nem külön hirdetésként van elindítva, hanem ez egy úgynevezett TikTok Video Boost, ami egy új eszköze a TikToknak. Ahogy a Facebooknál is megszokhattuk, van lehetőségünk arra, hogy a csatornára feltöltött tartalmat direktben hirdessük, emeljük ki. Ezt a hirdetési rendszeren keresztül lehet, erről majd később fogok beszélni, hogy ez hogyan lehetséges. Az utolsó hirdetés, amit meg szeretnék mutatni, az pedig a Burger Kingnek az app letöltő hirdetése. Ugye ez szintén egy licit alapú hirdetés, ami azt jelenti, hogy a natív tartalmak között rejlik meg, és ott találkozhatunk vele, és ez egy telefontól függően Google Play, vagy pedig App Store felületre irányítja a látogatót. És
Igazából ez csak a jegyek csúcsa, most azt látjuk, hogy a februári webinárunkhoz képest, amikor arról beszélgettünk, hogy illetve Alexandrával beszélgettek arról, hogy az első hirdetők most jelennek meg, most már azt látjuk, hogy a legtöbb nagy hirdetési szereplő a magyar szektorban már fent van a TikTokon, és most már azt látjuk, hogy leginkább a versenytársak érkeznek meg. Tehát a nagy szereplők megérkeztek a TikTokra, és most jönnek a kisebbek, KKV-k és egyéb egyéni vállalkozók attól függően, hogy mivel foglalkoznak. Jó, mehetünk tovább. Akkor milyen hirdetések a legjobbak a TikTokon? Itt igazából a kreatívról szeretnék beszélni, mivel a hirdetési árak jelenleg olyan alacsonyak a TikTokon, hogy a teljes célközönségüket el tudjuk kérni akár egy-két hét alatt. Ezért az optimalizálást nem a célközönségeknél kell keresni, hanem a kreatívban. Ehhez kapcsolódóan van egy kérdés, ami arról érdeklődünk, hogy mikorra tervezitek a TikTok hirdetések kipróbálását. Egy héten belül, egy hónapon belül, fél éven belül, még 2021-ben, vagy pedig nem terveztek hirdetni. Szépen jönnek az eredmények, és ahogy látom, kicsit egyértelműsítik a helyzet. Fél éven belül és még idén egyelőre ezek vezetnek. Igen, itt azért azt látjuk, hogy a tapasztalatoknak az érkezése, meg a benchmarkoknak a népszerűsítése azért segít döntést hozni abban, hogy ki az, aki hamar kipróbálja, ki az, aki még inkább kivár. És talán az, hogy sok volt a bizonytalanság, ugye mégiscsak egy vadonatúj platformról beszélünk, meg vadonatúj hirdetési lehetőségekről, ugye itt az eredményekre a garanciát szinte senki nem látott. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt valahol ez teljesen természetes, hogy minél tovább érdemes várni, és akkor annál több számot látunk. Ugyanakkor az is fontos, ugye, hogy a hirdetési árak pedig folyamatosan várhatóan emelkedni fognak, minél több hirdető jelenik meg, úgyhogy ez még esetleg a döntést befolyásolhatja. Igen, azt látjuk, hogy amit sejtettünk, ez egy hónapon belül a jelenlévőknek 14%, a fél éven belül 20%, és még idén 21% az, aki szeretné kipróbálni a TikTok hirdetéseket. Igen, és akkor meg is nézhetjük, hogy milyen kreatívot javaslunk a hirdetéshez, vagy mi az, ami jól működik. Igen, a TikTok hirdetési sajátossága az, hogy nagyon jól megbújik maga a reklám a videófeedben, és ezért a hirdetőknek olyan reklámokat kell gyártani, ami nem kelti fel annyira a figyelmét a felhasználóknak, hogy észrevegye, hogy ez egy reklám, vagy visszás legyen számára az, hogy ő itt van TikTokon, ő a TikTok tartalmakat nézi, akkor miért olyan reklámot lát, ami számára nem releváns. Ezért fontos az, hogy a TikTok kreatív az legyen natív, tehát amikor az ember pörgeti a TikTok feedet, akkor ne legyen egyből szembeötlő, hogy ez egy hirdetés, amit lát. Legyen olvasható. Ez azért nagyon fontos, mert ugye azt látjuk a felmérések alapján, hogy a legtöbb ember az hanggal nézi ezeket a TikTok videókat, ugyanakkor sok esetben nincs hang az eszközön, ezért érdemes feliratokkal ellátni a videókat. Legyen kreatív és egyedi. Nagyon fontos az, hogy a márkára jellemző hang az megjelenjen a videóban. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen egyedülálló dolgot kell csinálni, hiszen a TikTokon elég egyértelműen meghatározható trendek vannak jelen, amiket érdemes egyébként a saját márka kommunikációnkba felhasználni, és ez egyébként a hirdetéseknél is így van. Legyen világos és jól célzott az üzenet, ne legyen kétség a felhasználóban, hogy mi a következő lépés, mit kell csinálni, vagy mit várunk el tőle akkor, amikor látja ezt a videót. És ami nagyon fontos, és sokszor látjuk azt a hibát elkövetni a TikTokon, hogy túl van gondolva a reklám. Sokszor látjuk azt, hogy nagyon sok az animáció, 3D-s üzenetek jelennek meg, nagyon eye candy tartalom, amit igazából az Instagram Story-ban, ami egy hasonló felbontású hirdetési felület, abban ugye ezek jól működnek, de a TikTokon ezek visszások, hiszen az emberek azért vannak a TikTokon, mert az Instagramon nem találták meg a saját felületüket, saját hangjukat, saját kreátorukat, akiket szeretnének követni, és ezért nem fontos, hogy
teljes mértékben profi legyen a reklám. Teljes mértékben elég az, hogyha valaki egy iPhone kamerával, vagy egy jó minőségű kamerával ellátott telefonnal, selfie módban elmondja, hogy miről van szó, bemutatja a terméket, esetleg egy unboxingot mutat be, vagy pedig egy use case mutat be, hogy hogyan kell használni ezt a terméket, azok natív, kreatív és egyedi tartalmak, és jól fognak menni a TikTok hirdetésekben. Hogyan érdemes kampányt tervezni a TikTokon? Erről szeretnék néhány szót szólni. Sokan vagyunk itt azért, mert szeretnénk megtanulni azt, hogy ez a hirdetési rendszer hogyan működik. Az a jó hír, hogy nagyon hasonló a kampánytervezésnek a folyamata egy Facebook vagy Instagram reklámhoz. Viszont vannak speciális dolgok, például a hirdetési szabályok azok máshogy működnek a TikTokon, mint egyéb platformokon. Megnézzük azt, hogy milyen célok vannak, milyen kampánycélokat állíthatunk be a TikTokon. Azt is megnézzük, hogy a célközönségek összeválogatásakor milyen lehetőségeink vannak, illetve arról fogok még beszélni a kampánytervezés részben, hogy hogyan mérhetjük az eredményeinket, megnézzük azt, hogy mi számít jónak, illetve arról is lesz majd szó, hogy hogyan tudunk optimalizálni, és riportokat kinyerni a TikToknak a hirdetési rendszeréből. Elsőként ugye jöjjenek a hirdetési szabályok. Itt nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy a TikTok iparág tevékenység szerint tiltja, vagy pedig korlátozza a hirdetésnek a futtatását, és itt országspecifikus szabályok is vannak. Tehát vannak hirdetési szabályok, amik a teljes tehát világszintű szabályok, ugyanakkor vannak olyanok is, amik például csak Magyarországra érvényesek. Magyarországon nem lehet szerencsejátékot, dohánytermékeket, vényköteles gyógyszereket, táplálékkiegészítőket, fegyvereket és fegyveralkatrészeket hirdetni, de például a korlátozott kategóriába esik az alkoholtermékek, kriptovaluták, fogyasztószerek, egészségügyi szolgáltatások, vagy invazív egészségügyi szolgáltatások, például plasztika, mellnagyobbítás, stb. Ezek nagyon-nagyon erősen vannak korlátozva. És amikor azon gondolkodunk, hogy a TikTok az nekünk egy jó felülete, azt mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy a hirdetési szabályokban ezek hogyan vannak megfogalmazva, és hogyan vannak leírva. Vannak bizonyos kiskapuk, hogyha megfelelően alá tudjuk támasztani a terméknek a hatékonyságát dokumentumokkal, bevizsgált anyagokkal, akkor lehet, hogy engedélyezést kapunk. De vannak olyan korlátozottabb iparágok, például a pénzügy, az energiaitalok, társkeresők, vallási szervezetek, amik szintén ilyen engedélyhez vannak kötve. Daniel, tápkék tilos, de fogyasztószer mehet. Igazából azt látjuk, hogy jellemzően egyik sem megy át. Tehát nagyon nincsenek világosan meghatározva a határok, hogy mi minősül egyiknek és mi másiknak. Ezért mi egyértelműen azt javasoljuk, hogy ennek az iparágnak vagy ezeknek a termékeknek nem a TikTok lesz a hirdetési otthona. Igen, egyrésztről, illetve szerintem ami még érdekes itt, hogy nem minden van benne egyébként a hirdetési szabályzatban, tehát ugye létezik egy TikTok guide, amit mi már nagyon részletesen átbújtunk, és mégis sajnos belefutottunk már olyanba, hogy valamit szerettünk volna hirdetni, majd letiltották, és amikor megkérdeztük a kapcsolattartónktól az okát, akkor ugye kiderült, hogy ugyan a szabályzatban nem szerepel, de valamilyen egyéb korlátozás vagy tiltás alá esik. És egyébként a TikTok indoklása szerint ennek az oka, hogy nem tudják pontosan ellenőrizni, hogy kik azok a felhasználók, akik ténylegesen 18 fölött vannak, vagy esetleg csak azt mondják, hogy 18 fölött vannak, és ugye őket nem szeretnék kitenni semmiféle számukra káros tevékenységnek, meg nem szeretnének nekik hamis testképet mutatni, meg szóval olyan igazából ilyen mindenféle szociológiai szempontból fontos érvekre támaszkodnak, és ami egyébként nagyon jó, hogy azért mivel van kapcsolattartó, és előre meg lehet kérdezni, hogy mik azok a hirdetések, mik azok a landing oldalak, mik azok a szektorok, amik át fognak menni, ezért érdemes velük mindig futni egy kört, és rákérdezni az elején, hogyha nem vagyunk biztosak benne, hogy az adott szektor az egyébként hirdethet, akkor ugye előre meg tudjuk náluk kérdezni, és akkor még a fióknyitás előtt ki fog derülni.
Például számomra az egyik legnagyobb meglepetés, szerintem számodra is, Peti, az volt, amikor kiderült, hogy egyébként személyes adatokat nem lehet gyűjteni űrlapon. Tehát nem lehet olyan landingre irányítani felhasználókat, ahol landingen kell valamire jelentkezni. És mi nyilván láttunk olyan példát hirdetésből, ahol egyébként ez volt a megadott konverziós cél, és mégis ugye futott a hirdetés. De például, amikor mi próbálkoztunk vele, akkor a TikTok letiltotta, és elég sok napig tartott, mire válaszoltak rá, hogy igazából nem szerepel a guide-ban, de nem engedélyezett az adatgyűjtés. Igen, és ez nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy hol gyűjtünk adatot. Hogyha a TikTok felületén gyűjtünk adatot, akkor az rendben van, mert a TikTok tudja ellenőrizni azt, hogy mi van az adatvédelmében, hogyan van ez betartva. De hogyha egy landing page-en kérünk be személyes adatot, például lakcímet, születési időt, vagy esetleg egy fényképet, bármi, hogyha ilyen lesz van szükségünk, akkor az nem fog TikTokon átmenni. Ez egészen biztos. Ugyanakkor a TikTok lehetőséget biztosít arra néhány kampánycéllal, hogy ilyen adatokat gyűjtsünk, és a Facebookos hasonlóan űrlapkitöltésre tudjuk ösztönözni a felhasználókat. Ez egy viszonylag új lehetőség, még sok tapasztalatunk nincsen vele. Amit még a hirdetési szabályokkal kapcsolatban fontos elmondani, hogy egy egyedi jóváhagyási folyamat van a TikTokon, hiszen nem csak magát a hirdetéseket ellenőrzik, hanem a hirdetőt is. Ezért a TikTok fiók nyitásnak van dokumentációs igénye, meg kell adni a cégnek az elérhetőségeit, pénzügyi adatait, illetve alapító dokumentumokra is szükség van. De erről egyébként egészen részletesen tájékoztatva van mindenki, illetve mi is segítünk ezeknek a beszerzésében, adminisztrációjában. Ami még szintén nagyon fontos, hogy a kreatívra vonatkozó szabályok, azok igen szigorúak. Át lehet verni a rendszert, de nem érdemes, mert azt látjuk, hogy ha egyszer átmegy a hirdetés a kreatív szabályok megsértése miatt, akkor az nem megy át sokáig. Nagyon hamar lekapcsolják azokat a hirdetéseket, amik nem felelnek meg a hirdetési szabályzatnak. Például nem használhatnak a hirdetők TikTok logót a hirdetésen, a TikTok hivatalos színeit sem lehet használni ezekben a hirdetésekben. A nyelvtani helyességre odafigyelnek, nem lehet all caps-el, tehát nagybetűvel végigírt szövegeket, mert a hirdetési rendszer nem engedi át. Viszont ami jó hír, főleg a Facebookkal ellentétben, hogy nagyon részletesen megkapjuk azt, hogy mi a probléma a hirdetésünkkel. Tehát, hogyha az URL-ben van probléma, akkor leírják, hogy az URL-en vagy a landoló oldalon ez nem oké, az nem oké, ezt kell változtatni. Ugyanez igaz a videóra, hogyha valami ki van takarva, akkor az nem fog átmenni a hirdetésen, mert az megtévesztő lehet a felhasználók számára. Illetve ami még a TikTok esetében egy egyedi tulajdonság, hogy nincs szükség követőkre a hirdetések futtatásához, sőt, fiókra sincsen szükség, tehát hogyha valakinek nincsen TikTok fiókja, cégként vagy magánszemélyként, az nem akadálya annak, hogy TikTok hirdetéseket futtasson. Jó, akkor beszéljünk arról, hogy hogyan néz ki egy kampánynak a felépítése. Hasonló az elrendezése kampány szinten a TikToknak, mint a Facebookon. Itt is kampányokról beszélünk, alatta vannak hirdetéscsoportok, és a legalsó szint a hirdetések. Egy kampányban több hirdetéssorozat lehet, és egy hirdetéssorozaton belül is több hirdetés futhat egyszerre. És kampány célokként elérés, az ami egy népszerű hirdetési cél a forgalom, amit ugye nem kell jobban bemutatni, app-letöltések, videó megtekintések, és itt van a lead generation kampány cél, amiről az előbb beszélgettünk, hogy űrlapkitöltésre lehet a felhasználókat ösztönözni, illetve van még a konverziós cél, ami lehet egyedi konverziókat, pedig klasszikus e-commerce célok, feliratkozás, vásárlás, megrendelés. Itt, hogyha kiválasztjuk a megfelelő kampánycélt, akkor utána a büdzsét kell beállítani. Az nagyon fontos, hogy egy kampánynak a költségkerete 50 eurónál nem lehet alacsonyabb, és ezt még később hirdetéscsoport szinten is tudjuk állítani, illetve a kampányoknál van lehetőség AB-teszt indítására, hogyha nem tudjuk eldönteni, hogy milyen kreatív, vagy milyen célzás lenne számunkra megfelelő, vagy milyen bid optimalizáció, akkor ezek mind tesztelhetőek a TikTok hirdetési rendszerében.
Jó, ha megvan a kampánycélunk, akkor ki kell jelölnünk egy vagy több célcsoportot, akiknek szeretnénk megmutatni ezeket a reklámokat. Három kategória van a célcsoport célzáson belül, az egyik a demográfia, a másik egy érdeklődés és viselkedés, a harmadik pedig az eszköz. Ugye a demográfia az jelenleg még elég kezdetleges. Itt lokációban egyedül Magyarország választható ki, nincsen régió, vagy város, vagy megszerinti szűrés. Ez egyébként később várható, hogy megérkezik. Azt látjuk itt az európai terjeszkedés során, hogy először országok, utána régiók, és utána városok érkeznek meg, úgyhogy szépen lassan elérkezünk majd oda, hogy pontosabban tudunk lokáció alapján célozni. Célozható nem, az életkor. Az nagyon fontos, hogy az életkor az nem úgy célozható, mint mondjuk a Facebookon, a Google-ben, hogy X-től Y-ig, hanem itt sávok vannak, 13-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54 és 55-20-as korosztály van, ami kiválasztható. És ami nagyon fontos, hogy Magyarország területén belül csak magyar nyelvű hirdetések futtathatóak a TikTok felületén. És ami szintén fontos elmondani, hogy a célcsoportok, ugye a hirdetéscsoportok szintjén vannak beállítva, és itt egy 20 eurós napi limit van, tehát 20 euró alatt nem lehet hirdetéscsoportot futtatni a TikTok felületén. További célzási lehetőséget ad nekünk egy érdeklődés és viselkedés alapú rendszer. Itt ez kevésbé szofisztikáltabb, mint más platformoknál. Egyrészt azért, mert kevesebb a hirdető, elnézést, kevesebb a felhasználó, illetve kevesebb adatot tud a TikTok azokról a felhasználókról, akik jelen vannak a platformon. Ugye az nagyjából világos mindenkinek, hogy a Facebook és a Google az elég erősen gyűjt adatot arról, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, különböző sütikkel követnek bennünket. A TikTok az nem csinál ilyet, a TikTok az azt figyeli, hogy mit csinálunk a saját platformján belül. És ez alapján célozható lesz a felhasználó, hogy milyen kategóriájú érdeklődése van, milyen videókat néz meg a legtöbbször, tehát mondjuk étel, smink, valamilyen beauty, divat, kihívások, valamilyen éneklipszink, tehát elég sok féleképpen lehet egyébként célozni viselkedés vagy elnézés kategória alapján, de azt látjuk, hogy a legrészletesebb kategória alapi célzás az a beauty szektorban van, ott egészen termék szintre le tudunk menni, hogy kit érdekelnek például a hajjal kapcsolatos videók, szempillával, pirosítók, egészen ebből le tudunk menni, de például az ételek esetén az étel és ital kategória az, ami célozható. Szóval itt vannak ilyen egyenlőtlenségek, ezek valószínűleg későbbiekben egyforma szintre lesznek hozva. Visszaemlékeznék egy percig arra, amikor először láttuk ugye a demográfiai, meg az ilyen érdeklődés és viselkedés alapú célzásokat, akkor Petivel ültünk a gép előtt, gépernyő megosztással néztük, hogy mikre és kikre lehet célozni, és akkor néztük, hogy van szempilla, van nappali smink, van esti smink, van pirosító, van rúzs, van tartós rúzs, és akkor szépen így lebontottuk, majd odaértünk, hogy electronics, amiben annyi volt, hogy electronics. És akkor rájöttünk, hogy az emberek valószínűleg nem a kenyérpirító működését szeretnék megnézni a TikTokon, ami persze valahol érthető is. Minden esetre azt tényleg látjuk, hogy bizonyos szektorokban azért sokkal jobb adatokat, meg sokkal mélyebb adatokat tud gyűjteni a TikTok. Úgyhogy ez nyilván hirdetőként, vagy szakmai emberként, ez nyilván egy ilyen nagyon, nagyon mókás momentum volt, amikor ezt így vettük, hogy például játékoknál, ugye, hogy tudunk külön kártyajátékra, táblajátékra, online játékra célozni, úgyhogy tényleg ez is mutatja egyébként, hogy mely szektoroknak igazán jó a TikTok, és hogy mik azok a szektorok, meg mik azok a típusú videók, amik igazán érdeklik a felhasználókat. Igen, és itt ne felejtsük el, hogy az applikáció azért kínai gyökerekkel rendelkezik, szóval ami Kínában népszerű, az valószínűleg az érdeklődés és viselkedés fülön kiválasztható lesz célzásként. Ami az érdeklődés kategória alapján nem kiválasztható, az videó interakció vagy kreator interakció alapján egyébként igen. Tehát a TikTok hirdetési felületén lehetőség van arra, hogy
olyan felhasználókat célozunk meg, akik bizonyos típusú vagy kategóriájú videókat megnéztek, kommenteltek, lájkoltak, vagy tovább küldtek valakinek, vagy egyszerűen csak rákatintottak. Ezeket videókategória vagy videótípus, illetve kreátor szinten is tudjuk nézni, tehát meg tudjuk mondani azt, hogy egy magyar sok követővel rendelkező kreátor videó megtekintő TV-t szeretnénk megcélozni ezzel a hirdetés csoporttal, ez egyébként működik. Illetve ami létrehozható, az az egyedi célközönség a TikTok Pixel alapján. Erről majd egy kicsit később beszélek, pár szlájd múlva, mert vannak ennek azért sajátosságai. És ami még egészen részletesen beállítható a hirdetéscsoportok szintjén, az az, hogy milyen eszközre szeretnénk célozni. Tehát megcélozhatunk külön iOS-es és Androidos készüléket, megcélozhatunk iOS vagy Android verziót is, eszközt, tehát iPhone, Samsung készülékek, Xiaomi készülékek, amit az elmúlt pár évben használnak, azok itt megcélozhatóak, illetve a hálózati kapcsolat, szolgáltató és eszközárszint az, ami még rendelkezésünk áll a célközönség szűkítésében. Itt egészen érdekes, hogy megcélozhatóak a szolgáltatók, a Vodafone-osok, Telekom-osok és Telenor-osok külön-külön. Úgyhogy ez érdekes. Amit még fontos tudni a célcsoportokról, hogy a célcsoportokat nem lehet elmenteni. Olyan gyorsan változó maga a célcsoportunknak az összetétele, hogy pár perc különbséggel összerakva a célközönséget, különböző méreteket láthatunk, és ezért a TikTok ad lehetőséget arra, hogy ezeket elmentsük, és más hirdetéscsoportokban újra hasznosítjuk ezeket. Minden egyes alkalommal újra össze kell kattintgatni a számunkra megfelelő célközönséget, nincsen lehetőség mentésre, sem pedig másolásra, ami nem könnyíti meg igazából a hirdetéseknek a kezelését egy cseppet sem. Jó, és akkor ami a sava borsa igazából a TikTok marketingnek és a TikTok hirdetéseknek, az maga a kreatív. Ugye, ha visszagondolunk arra, hogy miről beszéltem, hogy hogyan lesz jó egy TikTok hirdetés, akkor nem volt szó arról, hogy célzás, nem volt szó arról, hogy mekkora büdzsé legyen, mert a kreatív a lelke a TikTok reklámozásnak, és egy ilyen best practice, vagy legjobban teljesítő paramétereket, azokat most itt ki lehet screenshotolni, hogy mi az, amit el lehet innen vinni, mekkora méretben, mekkora arányban, milyen formátumban érdemes ezeket odaadni a TikToknak. Egyébként a TikTok egy elég fejlett eszközzel rendelkezik arra, hogy állóképekből vagy videórészletekből mesterség és intelligencia segítségével egy kreatív hirdetést összerakjon nekünk, úgyhogy érdemes lehet azzal is próbálkozni, de azt látjuk, hogy a saját kézzel készített videós hirdetések is jól futnak. Itt a legnépszerűbb formátumokat kell feltölteni, MP4, MOV, MPEG, AVI, GIF is mehet még. A nagyon fontos, hogy maximum 400 megabájtos méretet lehet feltölteni. Az arány az vagy 1-1, vagy pedig 9-16 arányú legyen. És nagyon fontos, talán a legfontosabb egyébként, hogy van egy zöld zóna, amiben érdemes elhelyezni a tárgyát a hirdetésünknek, ott érdemes a fókuszt alkalmazni, mert az alsó 484 pixelen, a szélső 140-en, ott a TikTok felhasználói felülete jelenik meg, ami simán kitakarja a feliratokat, kitakarja a termékeket, úgyhogy az nagyon fontos, hogy azt hagyjuk üresen a kreatív szempontból. És ugye a kreatív egyik része a videó, a másik része a szöveg, ami egy külön mezőben adható meg. Hirdetői profilképet is meg lehet adni. Ugye itt nem fontos az, hogy egy adott profilhoz csatlakozzon a hirdetés, ezért bármilyen profilképet fel lehet tölteni. Megadhatunk egy UTM paraméterrel felszetapolt linket, és választhatunk az előre létrehozott call to action feliratok mellett, amik egy gomb formájában jelenek majd meg a szövegünk alatt. És bocsánat, ami még szerintem nagyon fontos, a zöld zónához kiegészítés, hogy láttuk, és mi is belefutottunk abba a hibába, hogy valaki úgy gondolta, voltunk mi is ilyenek, hogy hát nem baj majd, hogyha ott a TikToknak a kezelői felülete jelenik meg, ami jellemzően fehér karakterekből áll, akkor majd egy sötét, szürke vagy fekete hátteret oda teszünk, hogy legalább olvasható legyen, hogy ugye ki a hirdető, milyen felirat van rajta, stb. A rossz hír az, hogy ez nem megy át. Ugye a TikToknak az egyik legnagyobb ilyen USP-je, vagy legnagyobb előnye,
hogy teljes képernyős megjelenítés, úgyhogy minden, ami a teljes képernyőt egyébként a teljes képernyőnél kisebbnek mutatja, az fennakad a hirdetési rendszeren. Úgyhogy itt azt javasoljuk, hogy az üres területekre valamilyen nagyon élénk szint, vagy valami semleges szint választatok, de semmiképpen sem feketét, vagy semmiképpen sem olyan sötét szint, ami esetleg sejtetne egy kisebb képernyőt, vagy ami a képernyő méretből elvenne, mert ugye erre a TikTok nagyon érzékeny. Ugye nyilván ezt a többi platform esetében, tehát Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube esetében nem tapasztaltuk, viszont a TikTok az kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy teljes képernyős hirdetéseket mutasson, és hogy valóban úgymond faltól falig menjenek ezek a hirdetési kreatívok. Igen, így van. Ami nagyon fontos, és a saját bőrünkön tanultuk meg ezt is, hogy ne egy kiblőrözött részt adunk meg, vagy ne kicsit téglalapokat tegyünk oda, ahol a szöveg meg fog jelenni, mert azok szintén nem mennek át a hirdetési rendszeren. És amit még elfelejtettem az előbb, de nagyon fontos egyébként a TikTok kreatívoknál, hogy a szövegben nem helyezhetünk el hashtaget, nem helyezhetünk el emojit, csak értelmezhető szöveget enged oda beírni a TikTok. Viszont ugye nem csak ez az egyetlen egy módja annak, hogy a TikTok hirdetési rendszerben videókat töltsünk fel, hanem lehetőség van TikTok Boost indítására is. Ez egy pár hetes, egy hónapos eszköz, és arról van szó, hogy a profilunkba feltöltött videókat a hirdetési rendszeren keresztül kiemelhetjük, gondoljunk itt például a Facebook az egyszerű kiemelési eszközére. A folyamat végén, miután kijelöltük a kampányt, megadtuk a célcsoportot, és ott tartanánk, hogy feltöltjük a videót a hirdetési rendszerbe, lehetőség van arra, hogy kiválasztjuk azt a videót a profilunkról, amit hirdetni szeretnénk. Ez nem mindenki számára elérhető eszköz. Ezt az applikációban egyrészt az üzleti profil beállításainál kell megadni, hogy hirdetésre elérhetővé tesszük a videókat egyenként. Tehát ez nagyon fontos, hogy egyenként kell létrehozni ezeket a kódokat, amiket majd átadunk a hirdetési rendszernek. És a hirdetési fiók szintjén pedig egy külön whitelistre kerülés a feltétele ennek. Itt a kapcsolattartóval kell felvenni a kapcsolatot, hogy szeretnénk TikTok boostokat futtatni, és ők engedélyezik a fiókban ezt a funkciót. Ami különbség a hirdetésekkel szemben, hogy itt az érkező oldal az a profil lesz alapesetben, tehát itt a videót egy az egybe átveszük. Átveszük a szöveget, átveszük a hashtageket, átveszük a szövegben megjelenő emojikat, amiket a hirdetési felület azt szerint vizsgál, hogy a hirdetési rendszernek megfelele. Szóval ezt átnézi, de a hashtagek ebben az esetben használhatóak. És érkező oldal az maga a profil. Link az később adható meg, de akkor a profilra való ugrás lehetőségeit azt bukjuk. Azért nagyon jó a TikTok Boost, hiszen a felületen létrehozott hirdetésekről van szó, tehát ezek natívok lesznek, megfelelnek a TikTok közösségi irányelveinek, azaz nagy valószínűséggel egyébként a hirdetési rendszernek is meg fognak felelni, és ez az egyetlen eszköz, amivel profil követőket tudunk szerezni. Tehát mivel nincsen a célok között rajongógyűjtés, mint a Facebookon, ezért ez az egy eszközünk van a TikTokon belül arra, hogy követőket gyűjtsünk az oldalunkra. Jó, és hogyha készen van a kampányunk, elindult a követés, akkor az a következő lépés, hogy megnézzük, hogy hogyan teljesít a kampány. Van nekünk egy TikTok pixelünk, ami a Facebook pixelhez hasonlóan működik, viszont nincsen benne automatikus eseményérzékelés, minden esetben kézzel kell beállítani a weboldalon történő eseményeket. Ehhez szerencsére vannak sablonok, van hozzá e-commerce sablon, űrlap sablon, appletöltés sablon, vagy egyedi sablon is, amiben felvehetjük a saját eseményeinket. Itt látjuk, hogy milyen eventek sülnek el, megnézhetjük abból, hogy az elmúlt időszakban mennyi, melyik hirdetésből érkezett. És ez van egyébként egy segítség, egy Google Chrome bővítmény, a TikTok Pixel Checker. Ez visszajelzi ezeket az eseményeket, és akkor láthatjuk, hogy jól működik-e, még mielőtt elindítanánk rá a kampányt. Ami nagyon fontos, hogy egy-egy TikTok fiókhoz több pixel is kapcsolódhat, tehát nincsen ebből a szempontból szabályozó, hogy egy fiók egy pixel,
hanem különböző típusú pixeleket vehetünk fel, tehát külön pixelen nézhetjük azt, hogy az e-commerce tevékenységünk hogyan teljesít, külön pixelen nézhetjük meg azt például, hogy az apptöltésünk hogyan teljesít. Itt egy ilyen best practice, hogy a TikTok pixel checker csak akkor fogja jól elhelyezettnek mutatni a pixelt az oldalon, hogyha az események is fel vannak hozzávéve. Minden más esetben hibát fog dobni. Illetve, ami még szintén fontos, az a riportolás. Itt a reporting menüpont lesz segítségünkre, amiben saját riportokat tudunk létrehozni és exportálni XLSX vagy CSV formátumban. Ezek dimenziók és metrikák alapján lehet ezeket beállítani. Dimenziónak például a kampányneve számít, a büdzsé, a célcsoport, és ezek mellé rendelhetőek a különböző metrikák, mint például a CPM, az elköltött összeg, a kattintások száma, a konverziók száma és az egyedi események. Itt ezeket különböző időintervallumokra lehet beállítani, illetve van lehetőség időzített lefutásra is, amikor a TikTok azt mondja, hogy oké, 7 naponta van erre a szükségem, erre a riportra, és lefutatja a riportot, és elküldi az általunk megadott e-mail címekre automatikusan ezt az XLSX vagy CSV fájlt, amit később felhasználhatunk. Itt gyorsan összekattintgattam egy ilyen alapriportot, amiben a legfőbb tulajdonságok vannak benne. A kampány neve, hogy milyen objektívunk volt, mi volt a célunk a kampányjal, mennyi volt a büdzsé, és milyen érdeklődési körű emberekre céloztunk, és az ehhez kapcsolódó elköltött összeg, CPM érték, impressziószám és átkattintási arány az, ami látszik. Ott látszik, hogy a tesztkampány ugye egy forgalomtípusú kampány volt, és azt látjuk, hogy az applikáció, beauty, personal care, automobil érdeklődési körű emberek, mennyit költöttünk ezekből, hányan kattintottak, illetve mennyi impressziunk volt. Ez egy nagyon-nagyon fontos és előnyös eszköze a TikToknak, mert nagyon sokat tanulhatunk arról, hogy a célközönségükből ki az, aki affini számunkra, és kikre érdemes többet költeni, vagy pedig kiket érdemes elengedni a célcsoportból, hogy többször érjük el azokat az embereket, akik számunkra valóban relevánsak. Összefoglalva. Igen, várj, Peti, mielőtt még összefoglalnád, azért fel kell tennem egy kérdést, szerintem minden hallgató nevében, vagy minden nézőnk nevében, mennyire megbízhatók azok az adatok, amiket a TikTokról kapunk? Igen, ez egy nagyon-nagyon sokszor felmerülő kérdés. Azt látjuk egyébként, hogyha a TikTok pixel fel van telepítve az oldalra, akkor viszonylag pontos méréseket látunk, de én azt javaslom mindenkinek, hogy a Google Analytics legyen a kiinduló pontja az értékelésének, mert az iparági sztenderdek szerint az működik a legjobban, és nekik is azzal vannak a legjobb tapasztalataink. Sokszor látunk eltérést kattintások vagy átkattintási arányban. Nyilván a TikTok egy kicsit felfelé csal, maga felé hajlik a keze, de az Analyticsben tisztán látjuk az adatokat, és egyértelműbben tudjuk elemezni a kampányainkat. Oké, és köszönöm. Szóval most az összefoglalásból ez bekerülhet első helyre, hogy bár a mérések nem a legmegbízhatóbbak, de... De az biztos, hogy nagyon-nagyon hatékony teljes képernyős elérést ad. Tehát a YouTube-bal vagy a TV-vel szemben a TikTok az nem háttérzaj. Tehát ott van a kezünkben, folyamatosan figyeljük, folyamatosan pörgetjük a feedet. Hasonló egyébként a figyelem felterelése az, hogy az Instagram sztorihoz hasonló, bocsánat, az, hogy mennyire figyelnek oda rá az emberek, de sokkal hatékonyabbak a hirdetések, alacsonyabbak a hirdetési árak egyenlőre, és teljes új hirdetési formátumokkal találkozunk, ilyen a hashtag challenge vagy a foglalás típusú hirdetések, amik más platformon egyáltalán nem elérhetőek. Szintén egyedi az, hogy nem szükséges profilt létrehozni ahhoz, hogy hirdessünk, és amiről Alexandra már többször beszélt, hogy olyan emberek érhetőek el ezen a platformon, akik máshol nem. Nincsenek fent sem Facebookon, nincsenek fent Instagramon, de mégis egy aktív közönség, és valószínűleg vásárlóképes is. És folyamatosan jönnek új funkciók, mind az applikációban, mind a hirdetési rendszerben, tehát mióta futatjuk a hirdetéseket,
több új kampánycél is bekerült, a célzások is folyamatosan fejlődnek, és pontosabban lehet ők célozni, illetve a reporting eszközökben volt egy nagyon-nagyon nagy ugrás a pozitív irányba. És egyébként megfigyelhető az, hogy a YouTube-ról a fiatal felnőttek inkább átvándorolnak a TikTokra, mert itt egy gyorsabban emészthető tartalommal találkoznak, kevesebb a reklám egyébként, és nem olyan, nem furalkodik be annyira a contentbe a reklám, tehát nem állítja meg a reklámot, vagy nem állítja meg a videót, hogy nézzünk egy reklámot, hanem két videó között fogunk ezzel találkozni. Így van. Úgyhogy ha felmerült bennetek, hogy szeretnétek megpróbálni a TikTok hirdetéseket, illetve megnéznétek, hogy milyen a ti konkrét szektorotokban, vállalkozásotokban, ügynökségek esetén ugye a konkrét ügyfeleknél milyen eredményeket lehet elérni, akkor amiben mi tudunk segíteni, az egyrészt ugye a hirdetési fióknyitás és a költségkeret allokáció, mert ugye ez nem önkiszolgáló jelenleg, tehát a TikTok ugye exkluzív ügynökségekkel dolgozik együtt jelenleg, nem tudjuk még, hogy ez meddig marad így. Elméletileg az őszre ígérték, hogy önkiszolgálóvá teszik a platformot, de azóta nincsen erről hír, tehát ezt tavaly ősszel beszélték, és azóta nem kaptunk róla semmilyen információt. Úgyhogy egyelőre ügynökségeken, partner ügynökségeiken keresztül lehet hirdetési fiókot nyitni, ahogy a webinár elején említettük, ugye ehhez alapító okiratok, cégkivonat, számos dokumentációra szükség van, és maga egyébként az egyenleg feltöltés sem saját kártyáról megy, hanem ez is a megbízott ügynökségeknek, vagy ügynökségekkel való szerződés útján érhető el, úgyhogy picit körülményesebb azért, mint a Facebook, Instagram, de minden esetre, hogyha szeretnétek fiókot nyitni, amit utána magatoknak, vagy ha ügynökség vagytok, ügyfeleteknek menedzselnétek, akkor keressetek minket bizalommal, ebben szívesen segítünk. Ugyanígy, hogyha szeretnétek esetleg hirdetésmenedzsmenttel megbízni bennünket, tehát ha nem szeretnétek megtanulni, hogy hogyan kell ezt az egész felületet kezelni, milyen sajátosságai vannak, nem szeretnétek a TikTokkal levelezni, hogy mi megy át, mi nem megy át, és ezt a részét kiszerveznétek, akkor ebben is szintén tudunk segíteni, és ugyanígy a kampánytervezés és tanácsadásban, tehát ha mondjuk egy integrált kampány egyik része lenne a TikTok, és kíváncsiak vagytok, hogy milyen büdzséből milyen eredményeket lehetne elérni, vagy hogy egyáltalán a kampányhoz milyen célokat tudna hozzátenni a TikTok, akkor szintén forduljatok hozzánk bizalommal, nagyon szívesen segítünk mind a három esetben. Úgyhogy végére is értünk, és már lassan fogy az időnk. Ahogy az elején említettem, érdemes még majd egy picit velünk maradni, mert hogy a végére tartogatunk azért nektek egy meglepetést, de most nézzük először is a kérdéseket, mert elég sok kérdés érkezett a csetem, közben is próbáltunk válaszolni, de azt láttam, hogy azért elég sokan írtatok, úgyhogy nézzük is, hogy mik voltak azok a kérdések, amik közben beérkeztek. Tehát, ha játékra irányítjuk a hirdetést, ahol a játékhoz regisztrációval lehet kapcsolódni, akkor az nem működhet. Ez egy jó kérdés, ez egy olyan kérdés, amivel a TikTok kapcsolattartóhoz kell fordulni, itt konkrétan a landing oldalt meg kell velük nézetni, hogy ez működik vagy nem működik. Így látatlanban erre nem tudunk sajnos válaszolni, az biztos, hogy meg kell tőlük kérdezni. Elméletileg egyébként átmehet. Igen, az viszont nagyon fontos, hogy milyen adatokat kérünk be a regisztrációhoz. Ez a legfontosabb egyébként. Így van, tehát ezek alapján fog a TikTok is dönteni róla, hogy átengedik vagy sem, úgyhogy ezt mindenképp előre érdemes velük egyeztetni. Retargeting e-mail lista vagy pixel alapján elérhető, milyen feltételek mellett? Külön feltételekről nem tudok beszámolni, itt a megfelelő formázás a lényeg, meg hogy megfelelő adatkezelési nyilatkozatunk legyen, és akkor abból a retargeting listát azt fel lehet tölteni, illetve pixel alapján is célozhatóak újra a célcsoportnak a tagjai, illetve a felhasználóink, itt a különböző események alapján, vagy pedig az abban meg elvégzett interakció alapján célozhatóak be. Igen, az nekem az egyik kedvencem egyébként, hogy vissza lehet célozni előző hirdetést megtekintőket, tehát ha valaki egy videósorozatot, mondjuk ilyen storytellingre nagyon jó pont, ezért ugye imázsépítésre a TikTok, hogyha mondjuk van egy 4-5 videóból álló sorozat, amit egy hónap alatt szeretnél kifuttatni, úgyhogy minden héten egy videód van, akkor be tudod állítani, hogy mondjuk a második videót az lássa, aki az elsőt, a harmadikat az lássa, aki a másodikat, és így tovább. Tehát ez elég pontosan meg lehet csinálni. Illetve, ahogy ugye Peti említette, hogy nem lehet elmenteni a célközönségeket, amiket érdeklődés alapján hozunk létre, az tényleg igaz, azonban e-mail lista alapján lehet közönséget létrehozni, és ezt lehet is menteni, tehát ezek a későbbiekben is felhasználhatók, mert ugye ez nem egy dinamikusan változó közönség, azt egyszer létrehozzuk, és akkor azt ott el is menti a TikTok, és később is fel tudja használni. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon izgalmas lehetőségek vannak benne.
TikTok videó hirdetését, nem látom az oldal jobb oldalát, tehát TikTok videó hirdetését a Facebook hirdetési felülete támogatja. Nem. Nincs összefüggés a kettő között, teljesen más a platform, és nem átjárható itt az információ a felhasználókról. Hasonló, de teljesen más a kettő. Igen, itt azt javasolnánk egyébként mindenkinek, hogy a Facebook, Instagram és YouTube hármasból teljesen kiszakadva gondolkodjunk TikTokról, mert hogy egy teljesen más közönség, teljesen más fogyasztási szokásokkal, tartalomfogyasztásban és vásárlásban egyaránt, tehát hogy itt minden annyira más, hogy aki TikTokban gondolkozik, annak ebben a platformban kell gondolkodnia mindenképpen, és nem a másik három függvényében, hanem egy önálló platformként. A YouTube is nyit a short videók irányába, ez milyen hatással lehet a TikTok növekedésére? Nem hiszem, hogy hatással lesz rá. Teljesen más a két platform. A YouTube nyilvánvalóan próbálkozik, hogy megtartsa a saját látogatóit, de inkább a saját látogatóinak a megtartása a lényegen pedig az, hogy a TikTok felhasználói közönségéből vigyen át. Igen, elérhető lesz a prezentáció, megtaláljátok a blogban is, illetve YouTube csatornánkra is feltöltjük, szerintem még Facebookra is ki fogjuk tenni, általában péntekenként szokott egyébként kikerülni, és volt már két TikTok prezentáción korábban, úgyhogy bátorítanánk benneteket, hogy nézzétek meg. Az egyikben ugye a kezdőknek szóló marketingről beszéltünk, ahol tényleg a nulláról magyaráztuk el, hogy milyen típusú fiókok vannak, milyen típusú hirdetések vannak, hogyan lehet célozni, stb. Nyilván azóta mások minden változott, és tényleg frissült a felület is, de érdemes egyébként megnézni folyamatában a webinárokat, mert tényleg a fejlődést is lehet így követni. Egy hirdetés függ a top TikTok channel tartalmát is ki lehet emelni. Igen. Itt a hirdetési rendszer ugye nem kapcsolódik oldalhoz, ezért igazából az a kérdés, hogy a TikTok profil beállításain belül megvan-e adva a boostolásnak a lehetősége, hogyha megvan a boosthoz, az a 48 jegyű kód, amit a hirdetés rendszerben meg kell adni a videó kiválasztásához, akkor az futtatható lesz a hirdetési rendszerben. Ez egy gyors kérdés Geri Mariantól. Mi a max videó hossz, amit fel lehet tölteni? 60 másodperc. De nem érdemes ennyit. Szerintem az 5 és 20 másodperc közötti videók azok, amik a legjobban teljesítenek. Átlagosan mennyi ideig fut egy hirdetés, mennyi idő alatt tudják meg a felhasználók egy hirdetés korlátozott számban jelenik ugyanannak a felhasználónak. Be lehet állítani frequency cap-et, hogy ne találkozzanak vele túl sokszor. Azt látjuk, hogy mivel a hirdetési költség az viszonylag alacsony, és hamarabb érünk a felhasználók számának végéhez, mint ahogy kifut a hirdetés, ezért egy kreatívnak 3-4 napot szoktunk adni, és utána cseréljük a videót, és cseréljük a kreatív tartalmat, mert nagy valószínűséggel a célcsoportunk 100%-a találkozott vele. Így van. Illetve ami még nagyon érdekessé teszi a TikTokot, az, hogy egyébként, mert itt látom, hogy többen is érdeklődtök a chatben büdzsé kérdés iránt, illetve hogy hogyan tervezetek. Nagyjából azt látjuk, hogy annak az 1,9 millió felhasználónak a legalább egyszeri megszólítása, vagy hát elérése, az, hogy legalább egyszer találkozzon a hirdetéssel, az körülbelül ilyen 80 és 100 ezer forint között van. Tehát az abból nagyjából ki lehet indulni, hogyha egy kreatívra elköltötök 80 kötőjel 100 ezer forintot, akkor az összes TikTokozó fogja látni. Nyilván azért viszonylag ritka az a szektor, ahol mindenki célcsoport, tehát ez ahogy szűkül, mondjuk ugye elmondható, hogy 100 ezer forintból kétszer megszólítható, ha mondjuk egy 1 millió körüli közönsége van valakinek. Tehát ez nyilván azért nagyon különbözővé teszi a Facebooktól és az Instagramtól, mert ugye ott mondjuk, ha összekattintanánk egy 2 milliós közönséget 100 ezer forintból, tudjátok, hogy körülbelül mekkora részét érnénk el. Bizonyára nem az egészet. És főleg nem 3-4 nap alatt. Geotargeting, milyen részletessége Google, Facebook szint, vagy kevésbé részletes? Jelenleg geotargeting alatt csak Magyarországot értjük, semmi más nincsen egyelőre ennél pontosabb célzás. Nagyon szép számmal küldtetek be kérdéseket. Hol,
hogyan érdemes kérdezni fiókkal vagy fiók nélkül, mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Az a tapasztalat, hogy a kettő között árban nincsen különbség. Hogyha videóboostot futtatunk, vagy pedig egy videó megtekintés célú kampányt, akkor a kettő között elérésben, megjelenésben nincsen különbség. Ott van a különbség a kettő között, hogyha fiókkal hirdetünk, TikTok boost esetén, akkor a profilra eljutnak a felhasználók, akik találkoznak hirdetésre, és bekövethetik a csatornát, ami később olcsóbbá teszi az elérést organikusan. Igen, itt azt mondanám, hogy szerintem, vagy én azt gondolom, hogy az különbözteti meg, hogy fiókkal vagy fiók nélkül érdemes, hogy vannak-e hosszú távú céljaid a TikTokon, tehát ha vannak, és szeretnél ott egy közösséget építeni, akkor mindenképp fiókkal, mert akkor ugye egyrészt a boostok segítségével tudod gyűjteni a rajongóidat. Ha viszont egy egyszeri kampányban, mondjuk egy termékbevezetés, ahol tudod, hogy az csak maximum egy hónap, két hónapig fog futni, akkor, és egyébként utána úgyis magára hagynád a fiókot, és nincsen vele hosszú távú célod, akkor szerintem felesleges fiókot nyitni, akkor valóban elég a hirdetési fiók. Igen, itt még amit hozzátennék, hogy hogyan érdemes követőszámban gondolkodni, azok a tapasztalataink, hogy ha TikTok boostot futtatunk, és a profil az érkezési oldal, akkor 100 euróból 3-700 körüli követő érkezik magára a profilra. Igen. Gyors kérdés, mi a havi büdzsével érdemes elkezdeni hirdetni? Itt igazából a 20 eurós minimum, amit részben kell tartani. Napi 20 eurós limit, igen, hirdetés csoportonként. Ahogy Alexandra mondta, a TikTok felhasználók majdnem 100%-át 100-120 ezer forintból simán el lehet érni. Egyszer, bocsánat, ez fontos. Igen. Igen. Közben azt nézem, hogy egyre több kérdés jön, minél többre válaszolunk, úgyhogy mivel lejárt az időnk, ezért én most azt kérném inkább, hogy aki szeretne választ kapni kérdésére, az forduljon hozzánk bátran a tiktok@growdigital.com címen, és akkor ott meg fogjuk válaszolni. Meg is szeretnénk köszönni a figyelmeteket, Peti, neked pedig a részvételt és a nagyon sok hasznos tanácsot, információt, számadatot, statisztikát és mindent, amit már hoztál, és amivel már készültél. Mi köszönjük szépen a figyelmeteket, bízunk benne, hogy nem sokára találkozunk egy következő webináriumon is. Kövessetek bennünket a Facebookon is, ugye ott mindig láthatjátok az események között, hogy milyen témákat válogatunk, úgyhogy érdemes lesz majd feliratkozni, és a nyár egy picit lazább lesz, úgyhogy most nem minden héten tartunk egyébként webinárokat, viszont amikor tartunk, akkor szeretettel várunk benneteket. Úgyhogy ma is már is köszönjük a figyelmet, sziasztok! Szép napot nektek, sziasztok!